következtessen a Balatonra, Tihanyra, hogy fog keresni majd egy kemping helyet valahol. Hát jó kihagyt a környék, hogy a Covid miatt az egyértelmű. Szóval megérkeztem a kemping helyemre. Hát elég random sikerült választani helyet, mert ugye a Balatonparton nem nagyon találtam abszolút. Tihanyt konkrétan az összes földutat, jelölt földutat átmotoroztam. Egyetlen egy érdemleges helyet nem találtam, és ráadásul sikerült eltörölköznem egy jó kis hű által elrejtett iszapos polton. Úgyhogy ilyen szépen néz ki most jelenleg a felszerelésem. Hát a motoron nyilván semmi baj nem lett, koszos lett csak az oldala, de a fűbe dőlt el. Hát így történt az eset. Na csók! Csinálni egy kis vacsorát. Első körbe készítek egy kis szárzatkós levest. Ez 3,5 deci vizet kell forralni. Szépen történik. Utána pedig csinálok serpenyőbe egy kis lecsót. Ez lenne a ma esti menü. Ideglelés, de valójában az én változatom, amit itt forgatok, az a hideglelés. Hát jó rekord kívánok. Gyönyörű szép napsütés, és reggelre ébredtünk, ahogy láthatjátok. Hát azért hideg volt. Tűzrakás, reggeli készítés, vakolás. Thank you.
Na, sikerült összepakolni. Újabb élményekkel lettem gazdagabb. Törölköztem egy motorról a sárba. Kempinghely keresés közben. De egyébként a kintalvás jó volt, a tehetekünk egy kicsit hűvös volt. Nem bántam meg, hogy eljöttem iránti elő az erdőt. Szép tiszta rendet vagyok magam, ott nem semmi személy. Hajrá!